Államtitkár úr, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Mindenek előtt szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy a megújult, gyönyörű szép pesti Vigadóban az első közgyűlési előadást én tarthatom meg. Az első felvételen, amelyet bemutatok önöknek, láthatják egy körrel bekarikázva a szentföldi magyarásadásoknak a helyszínét, amely ókori forrásokból is ismert Makérusz várkastélya, az előtérben pedig Jeruzsálemnek a városa látható, ugye a szikladóm aranykupolájával, feltámadás bazilikával, vagy az olajfák hegyével. A Makérusz, amely a Holtenger keleti partján látható, egy ugyanolyan evangéliumi helyszín, mint Jeruzsálem vagy az olajfák hegye, ugyanis már a Krisztus utáni első században Josephus Flavius, római történetíró, világosan leírta, hogy keresztelő Jánost Herodes Antipász tetrarcha a Makérusz várkastélyában bebörtönöztette és ott megölette. Tehát egy történelmi helyszínről van szó, amelyet az ókeresztény hagyomány egységesen kezelt, és még Eusebius is az egyház történetében világosan leírta, igen, keresztelő Szent Jánost a Makérusz várában börtönözték meg, börtönözték be, és ott is halt meg. Amikor a következő felvételt bemutatom, akkor a helyszínt mindjárt láthatják 7 kilométerre a Holtengertől keletre, Jeruzsálemmel szemben. Ez az egyetlen herodesi palota, amely a mai Izraelen kívül esik. Ez volt a székhelye Herodes Antipásznak, és a bebörtönzött keresztelő János innen küldi Jézushoz, Galileába, azt a két tanítványát, akik kérdést tettek föl, hogy valóban ő a Messiás. Az izraeli tengerpartról így látjuk a sasfészekként 1100 méter magasan a Holtenger szintje felett látható evangéliumi helyszínt. Amikor az eső esik, akkor ez a sivatagi táj ilyen gyönyörűen kizöldül, és helikopter felvételen tudom bemutatni azt a romos várkastélyt, amelynek a régészeti feltárása 2009. július 26-a óta a miénk magyaroké. Mikéle Picsirillo atya, ez a világhírű ferences régész professzor, Pápai Régészeti Akadémia tagja, ugyanis 2008. október 26-án meghalt. És a halálát követően a Jordán Királyi Műemléki és Régészeti Hivatal úgy döntött, hogy nemzetközi pályázatot ír ki, hogy folytassa valaki a feltárást. Ráadásul egy problematikus régészeti lelőhelyről volt szó, ugyanis 30 éven át ásták a ferencesek, a Jeruzsálemi Pápai Biblikus Egyetemnek a professzorai, de mindig halogatták a publikálást, és végül úgy halt meg Picsirillo atya, hogy a régészeti lelőhely és a feltárási eredmények publikálatlanok maradtak. Ezért, amikor kiírták a nemzetközi pályázatot, három feltételt szabtak meg a jordánok. Az egyik, az illető legalább 10 éves közel-keleti ásatás vezetői tapasztalattal rendelkezzen. Én, amikor a pályázatomat beadtam, Cipruson Paphos feltárás vezetője voltam már 5 éve, és azt megelőzően Egyiptomban vezettem a magyar ásatásokat 10 esztendőn keresztül. A pályázat kiírásával egyidejűleg 2009. májusában, pont 5 évvel ezelőtt, egy váratlan dolog történt, ugyanis amikor 16. Benedek pápa meglátogatta Jordániát a Szentföldi Zarándok útjának az első állomásaként, jobb oldalt látható II. Abdalla király őfelsége, és a feltárásainkat is meglátogató Ránya királyné, akkor a Szent Atya azzal a kéréssel fordult az uralkodóhoz, hogy a Makéruszt, amely egy nagyon fontos történelmi hely, az evangéliumok egyik helyszíne, Szalóme itt táncolt,
Az a születésnap, amely Heródes Antipász tragikus döntésével volt kapcsolatos, hogy tudnélik, keresztelő Jánost meggyilkoltatja. Itt történt, ez senki nem vitatja. Valamennyi keresztény egyház egységesen tanítja, és ami ennél is szebb, hogy nem csak a Szent Atya minden augusztus 29-én keresztelő Szent János fővételének az ünnepén név szerint megnevezi, olaszul ugye Makeronte, ugye a szó a görög Makairos kard szóból származik, hogy tudnélik itt történt ez az esemény, hanem az iszlám Yahya ibn Zakaria prófétát, ugye a mi keresztelő Szent Jánosunkat, ugyanúgy a Makéruszon tisztelik a mártíromságának a helyét, illetőleg a zsidó tudományosság is elfogadja, hogy egy történelmi helyszínről van szó, Josephus Flavius vitathatatlan tekintélyére hivatkozva. Na most meg kell, hogy mondjam, amikor értesítettek, hogy Ammanba utazhatok interjúra, és a Királyi Műemlék és Régészeti Hivatal főigazgatója megkezdte velem a tárgyalásokat arabul, akkor hát először nagyon boldog voltam, és a feltételek között nem csak az szerepelt, hogy 10 éves ásatásvezetői gyakorlata legyen, hanem miután a műemléki bemutatást is szerették volna ezzel a kutatócsoporttal elvégeztetni, kérték, hogy építészettudományi ismeretekkel is rendelkezzen. Én szerencsésen itt doktorálhattam Budapesten 2001-ben építészettudományból, úgyhogy mindent sikeresen kipipáltak, és akkor a kérdés elkövetkezett, hogy melyik intézmény lesz az, amely önért, mármint értem, teljes erkölcsi felelősséget vállal. Jelezték azt is, hogy nem kell, hogy magyar intézmény legyen, de egy olyan egyetem, akadémia álljon föl mögém, aki az erkölcsi felelősségvállalást pecsétes papíron garantálja a Jordán Királyi Műemlék és Régészeti Hivatal felé. Makovec Imre tanár úrhoz fordultam, akinek 2002-től 2004-ig már építész doktorként az ösztöndíjasa voltam, a Korvin láncának a támogatottja, és ő volt az, aki megtisztelt éveken keresztül azzal, hogy a feleségével, Szabó Marian akadémikus asszonnyal felkerestek a közel-keleti feltárásaimon, 3-szor is nálam járt, 2-szer Egyiptomban, 1-szer Cipruson, úgyhogy ismerte a munkámat, és tanácsot kértem tőle. Az összes korábbi munkámhoz ugyanis Szabó Marót Miklós akadémikus, aki 2009-ben a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke volt, adott garanciát, és először arra gondoltam, hogy hozzá fogok fordulni, azonban nagy meglepetésemre és óriási örömömre azt mondta Makovec Imre, hogy nem győző, ez a Magyar Művészeti Akadémia feltárása lesz. Na most, ő egy óriás volt, itt mindenki tudja ebben a teremben, és azt mondta, miután a pápai biblikus egyetemmel tárgyalnom kell Jeruzsálembe, hogy az archív ásatási anyagokat megkaphassam, már ezekhez a tárgyalásokhoz is magammal fogom vinni az ő közvetlen tanítványait, akik a Makonában mellette dolgoznak. Hadd mutassam be őket. Dósapap Tamás urat, 2009-től együtt dolgozhattunk már, aki a Pest Erzsébeti Makovec templomnak, posztumusz Makovec templomnak a felelős tervezője, Dobrosi Tamás urat, aki a Felcsuti stadionnak a felelős építész tervezője, és Arnocki Balázs építész urat, kedves barátaimat. Balázs volt az, akit a tanár ura saját házának a kidolgozásával bízott meg halála előtt. Csodálatos emberek, azonban Makovec Imre bemutatott egy másik barátjának is, Csályi Attilának, ez 2009-ben volt, azzal, hogy majd ő lesz az, aki fénykörnyezetet fog tervezni a várkastélyhoz, hogy Jeruzsálemből is jól látható legyen. Később Csályi Attila is személyesen részt vett a helyszíni munkában, felmérésekben, azonban még a Magyar Művészeti Akadémia részéről egy olyan ember, akit talán kevesebben ismernek itt, annyira szerényen a háttérben marad, dr. Eisler Péter,
2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia pártoló tagja, magára vállalta a kutatócsoportunknak a költségeit, és rajta kívül még a gyógyszergyáros Béres család, akik a Magyar Művészeti Akadémia aranyérmesei, Béres József professzor úr és felesége, Klára asszony. Ezler Péter nem csak pártoló tagja a Magyar Művészeti Akadémiának, hanem a feltárásokon is személyesen részt vett. Maguk az ásatások nagyon nagy erőkkel indulhattak el, ugyanis a jordánok közölték, hogy kifizetik az összes munkást, és kifizetik a szükséges műszaki felszereléseket is, úgyhogy a várkastély feltárását ennél a szellőnél például 8 méter 75 cm mélyen fejezhettük be a nyugati bástyánál, és hát fantasztikus tereket tárhattunk fel, mint például ez a rituális mikve fürdő a Heródesi palotából, vagy ez a 15,5 méter mély ciszterna. Na most hát olyan hihetetlen mennyiségű régészeti leletanyag került elő, amelyekről egy ilyen rövid bemutatás során csak érintőlegesen beszélhetek. Többek között előkerült 29 olyan arameus feliratú osztrakon, olyan cseréptöredék, amelyen arameus szövegek voltak, és amelynek segítségével Haggai Mizgáv professzor a Héber Egyetemről megállapíthatta, hogy ugyanaz a közösség élt a Krisztus utáni első században a Makérusznál, mint Qumránban, vagy a Maszadánál. Ez volt az első alkalom, hogy a transzjordániai régióban bizonyítható volt a Krisztus utáni első századi, késő második templomkori judaizmus jelenléte. Aztán a régészeti ásatások mellett műemléki falkutatásokat is végeztünk. Többek között ennek volt köszönhető egy 9 lépcsős Heródeskori lépcsőháznak a megtalálása és beazonosítása. Na most Makovesz tanár úr nem véletlenül adta mellém ezt a 3 kiváló magyar építészt, akik a barátságukkal is felöveztek, ugyanis olyan kiváló és magas műszaki tartalmú építészeti felméréseket tudtunk elkészíteni, csak néhány példát mutatok abból a több ezer rajzból, amelyet a kollégák készítettek, hogy nemzetközileg is a szakfőiratokban a folyóirat szerkesztőségek mindig visszajelezték, hogy osztályon felüli minőséget produkálunk mi magyarok. Ugye itt van ez a varázslatos evangéliumi helyszín, ahol dolgozhatunk, ez most már a 6. év lesz idén nyártól. Háttérben ugye a Holtengerrel, itt van a Maszada, és az alaprajzi felmérések során nem csak, hogy nagyon jól megismerhettük magának a várkastélynak a szerkezetét, hanem egy páratlan lehetőség nyílott meg előttünk. Ugyanis közel 2000 éven keresztül, amikor a keresztény testvéreink olvasták az evangéliumoknak a leírásait, különösen is ugye Márk és Máté részletesen leírja keresztelő Szent János halálát, és ezt a tragikus sorsú születésnapot, Heródes Antipász tetrarha születésnapját, akkor tízezrével készültek olyan képzőművészeti alkotások, amelyek fantáziarajzok voltak, vagy fantázia festmények, fantázia domborművek. Nem tudtuk, hogy hogy nézett ki a Makérusz, nem volt feltárva. Mi azonban egy olyan elhatározást indíthattunk el, és ebben Makovesz Imre mindig lelkileg nagyon megerősített bennünket, bármilyen nehéz is kimondani, hogy olyan biblia illusztrációkat készítünk el az elkövetkező generációk számára, amely már a valóságos helyszínt fogja bemutatni. Hölgyeim és uraim, örömmel mondhatom, 73 kiadótól kaptam már felkérést, hogy illusztrációkat bocsássunk a rendelkezésükre hittankönyvek illusztrációihoz. Miről van szó? Arról, hogy a helikopter felvételen elsőre csak alaprajzszerűen megmaradt romok valójában nagyon sok információval rendelkeznek. Ugyanis nagy mennyiségben maradtak ránk olyan épületelemek, amely épületelemek, itt például oszlopdobokat mutatok, alapos felmérését
Nem csak fotó, de rajzi dokumentációval is elkészíthettük. Majd pedig összeállíthatóak voltak azok az egykori oszlopok is, amelyek a palotában álltak. Ugye látjuk ezt a gyönyörű dorsudarasodást, amely a Dór Entázissal ugye kiadta azt a klasszikus 11 modulos arányt, illetőleg a jónoszlopok esetében a 19 modulos arányt, amely a herodesi építészetre olyannyira jellemző kis-ázsiai jón építészeti stílust jelenti, és ráadásul hasasodtak is ezek az oszlopok. Na most nehogy bárki azt higgye, hogy csak elméleti kutatással foglalkozunk, ezeket meg is építettük természetesen. A képen, a királyi család képviseletében nem más, mint El-Hassan bin Talal herceg, a Jordán Királyi Tudományos Akadémia elnöke látható, aki ünnepség keretében volt ott, amikor a jónoszlop alapját a krepidómára letehettük. Ugye ez az a pillanat, itt van mellette Szervát hercegnő is a felesége, illetőleg Jungbert Béla, jordániai magyar nagykövet, Monferjam Haui úr, a Királyi Műemlék és Régészeti Hivatal főigazgatója, az én nagyon kedves Dósapap Tamás és Dobrosi Tamás barátaim, és a királyi testőrségnek a tagjai. És ez volt az a pillanat, amikor Jungbert Béla magyar nagykövet jelenlétében a herceg felkért bennünket arra, hogy nem csak a királyi palotában számolhatok be a kutatásainkról, azaz egy kérésem volt csak, hogy a gyerekek legyenek jelen, ugyanis a munkánkat nem a kortársaknak, hanem a következő generációknak végezzük, de azt is kérte, és erről memorandumot állított ki a nagykövet úr is, hogy a Jordán Királyi Tudományos Akadémia hivatalosan felvehesse a kapcsolatot a Magyar Művészeti Akadémiával. Ő szeretne ugyanis ide eljönni, hogy ezt a kapcsolatot megerősíthesse. Ez a felállítás utolsó pillanata, amikor a 4 méter 75 cm magas, varázslatosan szép jónoszlopfőt elhelyezzük, háttérben a holtengerrel, ugye az eredeti krepidómán áll, csak halkan megjegyzem, hogy az oszlop bázis in situ ránk maradt. Tehát pontosan tudtuk, hogy hol állt az oszlop. Aztán egy másik oszlop felállítása, amely egy dór oszlop, az eredeti stilobátész és kőburkoló lapok környezetében. Azonban a munkánk ennél is összetettebb, ugyanis Nagy Heródes király Krisztus előtt 30-ban egyidejűleg 7 várkastélyt építetett föl. A nyugati parton, amelyek mind Izraelben vannak, további 6-ot az Alexandreion, Dok, Küprosz, Hürkánia, Heródion és Maszada várkastélyokat. Ezeket is nagyon alaposan terepbe jártuk, felmértük, ugyanis ezek fényében már nagyon jól megérthető volt az a heródesi épített örökség, amelyen Makéruszon látható, és így teoretikusan, ezt szeretném hangsúlyozni, csupán elméleti alapokon, nem csak vízióját tudtunk elkészíteni annak, hogy ez az evangéliumi helyszín hogy nézhetett ki, hanem 3D-ben az építészeti modell is megépíthető volt, ez mozgatható és bejárható is a jövőben, ez is az egyik célunk az építészeti rekonstrukció bemutatásánál, virtuális alapon. Na most, amikor a királyi udvarban nézünk be, akkor szeretném hangsúlyozni, most éppen itt látom Marton művésznőt magam előtt, Szalome itt táncolt művésznő. Ez az a hely, amiről a Richard Strauss ír. A Makérusz név szerint szerepel a szövegkönyvben. Eddig senki sem tudta, ne sírjon, eddig senki sem tudta, hogy hogy nézett ki, és ma már tudjuk. A világ operaházaiban, a következő generációkban ezt fogják megépíteni. Ez lesz a háttér, az eredeti történelmi helyszín. Óriási az érdeklődés. Ez a Biblical Archaeology Review több mint 5 millió előfizetővel rendelkezik az Egyesült Államokban. Javarészük egyébként zsidó, és elektronikusan több mint 5 millióan kapják meg, kinyomtatott formában csak 500 000 példányban. Itt is ugye a címlap cikket írhattam meg, Makérusz, ahol Szalome táncolt.
A műemléki bemutatásunk az így fog kinézni a királyi udvar tekintetében, de alatt az a hatalmas ciszterna, amely 9,5 méter mély, ezt nem mi tártuk fel, hanem még a ferences atyák, így néz ki. Ez lesz a látogatói központ, ide mindenki bejöhet, itt misézhetnek a papok, és aki pedig nem zarándoként, hanem turistaként érkezik, azok számára pedig egy kis mozit fogunk elkészíteni, egy 7-8 perces mozgófilmet, amelyet levetítünk majd az egykori ciszterna falán. Az első kötetet a Vatikán tulajdonában lévő edícióni Terra Santa kiadó adta ki, egy 400 oldalas nagy monográfiát, és amikor tavaly augusztusban II. Abdala király a feleségével, Ránya királynével elment a Vatikánba, hogy meghívja Ferenc pápát a szentföldi zarándoklatára, akkor a királyi ajándékok között ez volt az egyik, amit magukkal vittek, mint egy válaszként 16. Benedek kérésére, hogy a munka nem csak folyik, hanem fölépítettek már egy hatalmas strádát a Holtenger partjáról, hogy buszokkal fel lehessen menni a zarándokoknak. Amikor most az elmúlt hétvégén, szombaton megérkezett Ferenc pápa, ugye itt van mellette az uralkodó II. Abdala király, akkor abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy engem is elhívtak családostól egy fogadásra, de mint minden becsületes magyar apuka, gyerekeimet szerettem volna, hogy találkozzanak vele. Ugye itt van Ferenc pápa a kisfiammal, Alexanderrel, jeruzsálemi pátriárka Fuad Tvál, az a svájci gárdaparancsnok, meg is áldotta, és akkor van még egy 8 hónapos kislányunk is, Szalomé, őt a gárdaparancsnok kiemelte pelenkába, őt is elvitte a Szentatyához, őt is megáldotta, és puszit is kapott. A következő nagyobb jelentőségű előadásom a British Museumban lesz, ezt csak azért mutatom be példaként ezt a plakátot, hogy láthassák, hogy az önök mezében futok, tehát a Magyar Művészeti Akadémiát feltüntethetem. Ez azért van, mert ha szabad így fogalmaznom, atyai barátom, Fekete György elnök úr felövezett a bizalmával, és amikor meghalt Makovesz tanár úr, akkor azt mondta, hogy Győző ugyanazt fogad megkapni tőlem is, amit a tanár úrtól, és az elnökség megerősítette, hogy továbbra is teljes erkölcsi támogatását kaphattam meg a Magyar Művészeti Akadémiának. Most még 2 percem maradt. Ez idő alatt szeretném bemutatni azt az alsóvárost, amely a feltárásaink következő szakaszát jelenti. Ugye egyelőre ennyit látunk belőle a hegyoldalban, hogy hogy nézhetett ki az alsóváros, ahol magának Keresztelő Jánosnak is a házi őrizete kellett legyen, nyilván nem fönt a palotában őrizték, és ma még csak egy víziónk van róla, hogy hogy nézhetett ki ez az alsóváros a 187 méter hosszú akvaduktusz mellett, azonban a feltárásait el fogjuk végezni. Amikor Jeruzsálemből a keleti partra nézünk, itt látható a Makérusz, Csályi Attila alelnök úr ide tervezte meg azt a fénykörnyezetet, amely oda fogja vonzani a jeruzsálemi zarándokokat. Esténként mindenki láthatja majd, hogy ott van egy olyan evangéliumi helyszín, amihez csak át kell buszozni a Holtenger keleti partjára. Azzal szeretném befejezni szerény beszámolómat, hogy az ammani házunknak a tetejéről látni a Nébóhegyet. Ez a Nébóhegy engem mindig arra emlékeztet, hogy Mózes onnan megláthatta a Szentföldet, de be már nem mehetett, hanem meghalt. Ez volt az Isten akarata. És ebben a teremben mindenki tudja, hogy nekünk is volt egy Mózesünk, Makovec Imre, és elvezetett bennünket eddig az épületig, de ő már nem jöhetett be, hanem csak arra van lehetőségem, hogy a beszámolómat az emlékének szentelhetem. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.